hol érsz? Tulajdonképpen éppen a napokban gondolkodtam, hogy a fiam most 11 éves, és én körülbelül ennyi idős voltam, amikor az első verseimet írtam. Rettenetesek voltak egyébként, tehát most nem fogok idézni. Volt például egy, amit Mikulás ünnepére írtam az iskolában, és az énektanárnő, Éva néni, belejavított. Az utolsó sort kijavította, és én akkor is nagyon érzékeny voltam így a szerzői jogokra. A mai napig ez nekem egy mély sebb, hogy az utolsó sorba belejavított. Előtéleg úgy volt, hogy csíp a hideg, fúj a széltél, akkor is útra kér, és itt valamit belejavított, pedig ez ki volt találva ritmikailag. És ez tulajdonképpen a mai napig nehéz. Tudod az egészen? Nem fogom elmondani, mert látom, hogy fölcsillant a szemed. De nagyon szerintem. Nem, most meg kell tagadjam ezt a kérést, ne halljam úgy, hogy rögtön odaadjam. Nem vállalod? Lehet, hogy majd az összegyűjtött versenybe felszem ezt a tilapolását is, de még meghányom vettem magamban a dolgot, meg lehet, hogy apró gyorításokat, jobbakat, mint Éva néni eszközül, de lehet. Ha emlékszel, hogy akkor mit jelentett az, hogy verset írni neked 11 éves kislánynak? Elsősorban ritmus játékot jelentett, tehát úgy emlékszem, hogy nekem ez egy ilyen zenei dolog volt. Mintakövetés volt, tehát hogy nagyon kevés verset ismertem, és igazából az volt a képzetem, hogy a költő az nem valaki élő személy, hanem hogy a költők azok klasszikusok, akiket az iskolában tanulunk, és utánoztam főleg dolgokat, tehát megpróbáltam olyat csinálni. Tehát hogy élő költő nincs. Igen, élő költő nincsen, és aztán egyszer volt egy nagyon nagy sikerem, ugyanis valahogy az így benne volt a fejemben, hogy a versnek úgy kell kezdődni, erre is volt egy nagyon jó mintám, hogy de szeretnék. És karácsonyra írtam egy nagyon-nagyon hosszú verset, ami úgy kezdődött, hogy de szeretnék sátrat kapni, mert nagyon vágytam egy kétszemélyes ifi sátorra. És egyébként egy hosszú felsorolásból állt a vers, és elég sok mindent meg is kaptam belőle. Úgyhogy ez egy ilyen pozitív visszaigazolás volt. Az egy normális, hogy egy 11 éves kislány elkezd verseket írni? Hát nem tudom, hogy mennyire normális. Én úgy jól elszórakoztam ezzel, egy kockás füzetbe írogattam ezeket, és olyan jól el voltam vele. Rajzolgattam, verseket írtam, és alapvetően arra törekedtem így az iskolában, és ezt kicsit a fiamnál is látom egyébként, hogy valahogy hagyjanak már békén. És ez egy ilyen jó alibi volt, hogy úgy el lehetett bújni a füzetkémbe. Keresztül Tibor készített veled egy interjút, és a következő volt a kérdés. A költészetedben talán az a legizgalmasabb, ahogy a szenvedélyt domestikálod, ahogyan lekezeli a forma, mint egy a szenvedélyeket. És a következőt válaszolod rá. Formát próbálok adni nekik. Én azt szoktam érezni, hogy mintha akkor kapna értelmet minden történés, ha meg van írva. Ha nem írok, akkor azok zárójeles időszakok. Hiába csinálok üvegablakokat, meg minden mást, ha nem írok, akkor az az idő nincs is, kihullik az életemből. A másik az az iszonyatos szorongás, hogy soha az életben nem fog többet eszembe jutni semmi, hogy mi van, hogyha elmúlik ez az egész. Amikor csönd van, akkor tényleg olyan süket csönd van, hogy azt gondolom, soha az életben nem fog többet semmi megszólalni. Ez elemi pánik bennem, ahogy akkor én nem vagyok, hogy akkor én nem vagyok. Mintha ez az írás lenne az egyetlen igazolása annak, hogy én vagyok. És mi van, hogyha egyszer csak nem fog jönni, ha felébredek egy reggel, és elmúlt a képesség, hogy feldolgozzam a dolgokat. Nem a testi fáradtságot utálom, mert az kezelhető, hanem amikor a lelkemet, vagy az agyamat fölzabálja valami munka, és elállja előlem a világot, és azt érzem, hogy nem bírom befogadni a benyomásokat, mert megy a monológ a fejemben. Ha az ember nyitott és képes gyűjtögetni, akkor folyamatosan ragad rá, mint a bokáncs, ez a sok beszélgetés, töredék meg látvány, gyűjti be, és előbb-utóbb mégiscsak lesz belőle valami. De hogyha nem lát ki a lelkéből, mondjuk éppen a saját szenvedélyeitől vagy indulataitól, akkor nem ragad rá. Az a legsúlyosabb. Akkor nem halmozódik föl semmi, csak a saját süket szöveget szól belül felerősítve, és nincs, amiből építkezz. Mi szól belül, ha nem a saját süket szöveged? Hát
Biztosan ismered azt az állapotot, amikor nagyon lefoglal egy probléma, ezt mindenki ismeri szerintem, és akkor monologizálsz belül. Tehát mondod az érveidet, mondod a magadét, és egyszerűen nem látod a világot, mert elállja valami egyébként jelentéktelen dolog, amiről mindig kiderül később, hogy nem volt olyan fontos, tudod? És egyébként pedig azt gondolom az írásról, hogy az egy permanens figyelem. Tehát egy olyan üzemmód, amikor az ember úgy jár kell a világban, hogy minden hasznosíthatót elraktároz valahol az agyában. Én például nagyon szeretem, amikor a tömegközlekedésben elkapok mobil beszélgetéseket. És oda szoktam figyelni önkéntelenül, és akkor azt gondolom, hogy ezek ilyen sors töredékek. Tehát megpróbálom kiegészíteni a történetet mögötte, és továbbírni fejben. És nagyon szeretem azt is, hogy ki hogy beszél. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind figurák és arcok, akiket én látok a világban, és el kell tenni őket, és valamikor majd megtalálják a helyüket. Vagy a képek. Tehát vannak nagyon erős képek, amiket naponta lát az ember.